A szomszédok mit szólnak, hogy te az őrségben sárga dinnyét termesztesz? Hát görög dinnyét is. Hát azt mondja Vilma néni, hogy a zarföldi parasztlány még az őrségben is dinnyét termeszt, mert itt nincs dinnye. Na nézzük, hát rögtön nem is menjünk messzire. Hát ezek a borsok, ezek csodálatosak. Pap, szívem, pap. Akkor kezdjük újra. Itt vagyunk Borbás Malcsi őrségi birtokán, köszönjük a lehetőséget. Ugye ezt a csodálatos kertet eddig csak az 1.hu-n láthattuk, most kaptunk lehetőséget, személyesen megnézhetjük. Ez zöld bab, ez a kedvencem, 2,5 hónapja szedem. Oh. 2,5 hónapja, és hát nézzétek meg, hogy mennyi van rajta. És ezt úgy használom nagyon sokszor, mint a szélesmetélt tésztát. Olyan. Tehát csak megblansírozom, és különböző feltéteket teszek rá. Tehát vagy egy paradicsomos, vagy egy tejszínes szalonnás, vagy egy pesztós öntetet, és úgy esszük, mint a tésztát. Igen. És hát rengeteget terem. Egyébként ezt úgy fedeztem föl, hogy ugye itt van Ausztria, és a legelső boltban mindig van a helyi termelőktől zöldség. És így ennyi egy vagyonba kerül. És akkor gyorsan megtaláltam, megkerestem a vetőmagot, hát mondtam én biztos, hogy egy zöldségért nem adok pénzt, pláne ennyit nem. Csodálatos. De nézzünk is tovább. Hát itt ez most nem szép, mert pont most szedem le a vörös káposztákat, és már jönnek bele a fodroskelek, már az édes kömény gumót lehet enni, és ide még jönnek majd jön madársalát, ami egész télen lesz. És a túloldalon mangold, ha jól látom. Ez ugye? A gyönyörű mangold, ezt is hónapok óta esszük, szedjük, ez szintén azért nagyon jó. Általában a salátába? Vagy hát, a nagyon zsenge levelek nagyon jó salátába is, de a kicsit nagyobb leveleket így szárastól fogom és ledinsztelem fokhagymás olívaolajon, és akkor halak mellé, vagy egy rántott patiszon mellé csodálatos. Mennyi elfoglaltságot ad neked ez a csodálatos idő? Nem unatkozom, dolgozom reggeltől estig, ha nem forgatunk. Tehát mindig van valami, amit kell. Hát innen például kiszedtem a cukorborsót, ami szintén 2 hónapig termett, és akkor oda beraktam egy sor karalábét, már szépen nőnek a kis fejei, és 3 féle salátát palántáztam be 4-5 nappal ezelőtt, és gyönyörűen megerett mindegyik. Itt korábban azért körülnéztünk, és ott nem messze tőlük van egy melegház, mindenképp menjünk el oda, mert ott én csodálatos dinnyéket láttam. Közben itt elmegyünk a ma reggeli szüret mellett, patiszonok, és én ugye nem fehér patiszont, hanem sárgát és zöldet termesztek. Azt nem szoktam hagyni ekkorára megnőni a cukkinit, de nem voltam itthon 3 napig, és 3 nap alatt ekkorára nőtt, képzeld el. Jesszusen. Úgyhogy ezt most majd lereszelem egy főzeléknek. Rengeteg, ezeket a vékonyabbakat, ezeket teszem bele a zöldségspagetti készítőbe, tehát letekerem, és akkor egy cukkini spagetti lesz belőle. Ez a legkisebb dinnyém, ami termett, a 6., mert ez előzőek mindekkorák voltak, ez ilyen pici maradt, de remélem, hogy azért jó lesz. Mikor voltál utoljára zöldségesbe? Hú, tavaly télen. Tavaly télen. Tehát minden megterem. Minden. És egyébként januári ki is tart, mert ugye a burgonya, a hagymák, az édeskömény gumó, az mondjuk addig nem, de a batáta igen, és hát ami több terem, tehát ezeket leblansírozva, levákumozva lefagyasztom, a cukorborsót is, a zöldbabot is, a patiszont szeletbe, a cukkinit spagettinek is, meg lereszelve is, és hát tömve van a hűtő, úgyhogy az meg kitart. Csodálatos. Na nézzük a dinnyéket. Padlizsán. Itt ugye van 5 féle padlizsánom, van fehér, ami miatt ugye tojásgyümölcsnek nevezték el, van egy ilyen hosszú lila, van a kövér lila, van világos lila, fehér cirmos, van ilyen picire nő, és azt úgy félbevágva lehet megsütni pillanatok alatt. Ez is nagyon finom fajta. Mit jelent neked ez a kertbe? Ahogy nézem, ez az életem. Mint egy ilyen szerelmes kamat, úgy járkálsz itt ebben a kertbe, ugye? Nagyon-nagyon szeretem. Rengeteg munka egyébként, de szóval hihetetlenül sokat ad érzelmileg. Eleve engem a mai napig minden alkalommal lenyűgöz az, hogy elvetek egy pici magot, és utána egy kosár zöldséget szüretelek le róla.
minden egyes ebédnél elmondom, mert férjem nagyon hálás közönség, nagyon-nagyon jó neki főzni, és akkor mindig elmondom, és akkor még képzeld, hogy nekem itt van hozzá az, hogy ezt én termeltem. Bizonyám, ez egy érzelmi állapot. Igen. És mellette azt mondják, hogy aki kertészkedik és kertje van, az garantált, hogy 90 éves koráig fog élni, mert ugye a kert az maga egy felelősség, ugye? Hát egyrészt egy felelősség, másrészt ugye rengeteg gondoskodás, másrészt egy ingyen sikerélmény. Mert ugye mondjuk a fizetségünk az ennivaló, de az a siker, hogy ezt te csinálod, az már ingyen van. Például ott vannak azok a paradicsomok, az egy olasz fajta? Ez a számárszánó fajta, amiből a paradicsom püréket készítem, de én nagyon szeretem csak így enni is. Kérsz egyet? Hát igen. Köszönöm szépen. És nyugodtan eheted így, mert nincs semmi permetszer a kertben. Ebben benne van a napfény. De nézzük meg akkor a dinnyéket, azt ne hagyjuk, hogy semmiképpen. Egy fekete berkenye, na ez egy igazi gyógyszer. Nagyon erős antioxidáns. Készítek belőle lekvárt, van még lent egy egész sor. Nagyon jó gyümölcs. Na, és akkor itt van ez a melegház. Itt lógnak a kis sárga dinnyék. Jaj, levél, nem baj. A szomszédok mit szólnak ott az őrségben sárga dinnyét termesztek? Hát görög dinnyét is. Hát azt mondja Vilma néni, hogy az alföldi parasztlány még az őrségben is dinnyét termeszt, mert itt nincs dinnye. Hát most már van. De ezt is megmutatom, ilyen kis piros bogyói lesznek. Nagyon szúrós növény, ez a licsi paradicsom. Csodálatos. És nagyon-nagyon finom licsi ízű a termése. Rengeteg zellergumó, és van lila zellerszára, mert nagyon szeretem a zellert. Mutatok egy ilyen lila színű, még nagyon zsenge, és van, ami egészen elképesztően finom. Itt is vannak fodros kelek, hogy legyen télen is zöld, ugye ezt télen végig lehet szedni. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk, és az biztos, hogy irigykedve megyünk vissza Budapestre. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Én is köszönöm.